Hát gyerekek, csodás időt kaptunk mára. Katival elterveztük, hogy mutatunk egy másik finom csíptetett ételt. A mama is velem, neki készült. Ha megnézitek azt a zónát, biztos már több embernek feltűnt, hogy annak idején itt a málna mögött volt egy nagy ház. Itt lesz majd egy gyermektábor, majd a házat már elbontották. Ha nem vettétek észre, akkor nézzetek vissza esetleg egy régebbi filmünkbe, mondjuk a túracsigák a Sió mentén, falu szélén, Lakigajú Kati nénénk, ugye, abban a részben volt. Na, viszont így, hogy szakad az eső, itt van Katityának az áldozata. Ez lett volna kifeszítve egy csíptetett csirke. Annyi történt az egészben, hogy a tyúknak a szedcsontját Katalin eltávolította. Itt lehet látni, ujjamban mutatom a csontvégeket. Ez tulajdonképpen a szárnyának a vál csontja. Másodpercek alatt, pillanatok alatt könnyen el lehet távolítani. De mivel a csirke már itt van, az eső meg nem engedi, hogy kint bográcsozunk vagy csíptessünk, így Kati majd bent a sütőben elkészíti, és akkor közben átveszi a főszerepet, ugye, mert mégiscsak a mama főz, így valami robbantott tyúk lesz belőle. Hát lesz egy egész csirkénk, ami szép van szedve, ez így néz ki. És ezt egy sütőzacskóba fogom megsütni. Belerakom a csirkét. Ez ilyen modern korunk konyhája, sütőzacskós. Hát ez így is belefér szépen, hogy szét van nyitva. Igen. Beleszórok a sütőzacskót. Vagy elfordított zacskóztól mindjárt. Hát, nem folyik ki. Jó az öreg a háznál, ha nincs baj, majd csinál, mondják. Azaz. Hát ez tényleg ilyen modern korunk főzővírmánya. Ez is van olyan találmány, mint az araboknak az olajos hordóba sütött csirkéjük. Persze azért itt egy kicsit elhúzódok, hogy a széken látjátok, Turbet is itt van már velünk. Soha el nem hagyják ezek a cicák a mamát. Mm. Kicsit hátrébb lépek, akkor még mama is benn van a képbe. És hogy három kanál vizet. Teszel még az acskóba. Lezárom az acskót. Van egy ilyen záró szalon. Ezt ide ráhelyezem. És kell majd egy kis... Meg kell szunkálni majd az acskót, hogy a gőz kijöjjön belőle.
és mikor majd már megsült, és megpárolódott annyira, akkor fölvágom majd az acskot, és akkor készre fogom sütni az egészet. Hát, mert hogyha nem csinálunk lyukat a sütőzacskóra, akkor fölrobban az egész. Ezért robbant a csirke. Mert ugye a gőz keletkezik benne, és akkor... Értem. Eldurran az acskó. Jaja, igen. Na, akkor arra majd visszalépünk. Amíg sül a csirkénk, csinálunk egy kurkumás rizst. Kell hozzá olaj, vörös, egy fej vörös hagyma, három fej fokhagymát rakunk hozzá, és itt van egy ilyen por, ez a curry por. Abban van benne a kurkuma is, mint az egyik alkotóanyag, akkor igen, ezek szerint. Igen, ebben mindenféle ilyen fűszert, meg, különleges fűszert megtalálunk. És még rakom színezzék még bele egy sáfrányt, egy picit. Hát ez sokan a házi azt, hogy úgy ismerik, hogy a krókusz, ugye? Édesem, igen, az a kis virág. Igen, igen, igen. Nekem legalábbis arra hasonlít. És ebbe kis zacskóban van benne, és akkor egy csipetet rakunk hozzá. Jó, jó. Tehát a virágnak a kis bibéje, színezőanyag. Ha, még hogy nem tudsz te itt nekem. Gondolok a fej vörös hagyma. Ezt mondjuk ugye díszkáljuk. Hát az a fokhagyma, az talán még a vaníliás süteményekbe is kell, mert az egy eszméletlen jó íz. Mama finoman apróra eldarabolja. Bár én megvan őszintén, tehát én szeretem a fokhagymát, én nagyobb darabúba is simán megeszem. Én is. Ha valaki nem akar vele szutyorogni, akkor fog egy egyszerűzét fokhagyma nyomót, aztán zíz bele. De egy jobb szerintem. Jobb, rusztikusabb az ember rá. És jönnek az illóolajok. Persze, meg hát néha ráharapsz egy-egy darabkára, akkor az ugye egy kellemes íz. Akkor majd meg fog sülni a hagyma, utána rárakom a köriport. Jaj, teszel egy kis olajat, azon lepirítod. Igen, és akkor belerakom a köriport, avval is egy kicsit. Így sütöm, és akkor utána majd két bögre vízzel fölöntöm. És hogyha elkészült, akkor majd... Akkor majd megmutatjuk. Megmutatjuk. Jó, jó, jó. Édesem. Addig én tudok neked közben itt valamit segíteni? Hát barackot pucolhatsz, mert csinálunk karamellizált barackot, meg szilván. Az lesz a desszert. Jó, akkor amíg te konyhaszolgálatba vagy, addig én majd pücskörészek itt a friss levegőn. Jó van, édesem, csinálj így. Oké. Okay. Jó. Most csinálunk egy karamell, két kanál cukrot, és elviszem, ezt megkaramellizálom, rakom hozzá majd egy kis vajat. Akkor majd visszajövünk. Miután megolvadt a cukrunk, lett egy ilyen karamellizált szirupunk. Öntünk hozzá egy kis bort. Ja, hát míg a gázisz helyről ugye kijött, az egy kicsit megszilárdult neki. És akkor belerakjuk a gyümölcsöket. De hogyha bent a izébe oldjál meg az ember mindjárt a tűzhelyen, akkor folyékony marad. Csak hát itt a fényviszonyok miatt muszáj volt kihozni. De szilva van. Szegedem. Pár szemet. És majd még egy
mézet? Hogyha majd esetleg megkóstolja, miután megpárolta a gyümölcsöt, ha kell, akkor még mézzel lehet édesíteni. Most jó van. Beviszem. Jó. Készen lett a csirkénk. Nézzétek meg, milyen szépet sütött. Van benne barack, szilva kompót, rizs, és még pirítottam vajon mazsolát és magyaró, vagy mandulát. Magyaró is finom. Ez mandula. Is jó. És ennek ez, mi lesz a sorsa? Ezt még rá fogom hinteni a csirkére. Így körbe. Aha. Hát már most teszik a nyál a számba. Tök jó néz ki. Na, hát mamánál ilyen a robbantott csirke. Hát szerintem ez nagyon szép. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, és mindenkinek jó étvágyat kívánunk.